Most pedig egy olyan fotóművészről fogunk hallani, Susan Silas-ról vagy Silas-ről, nem tudom, hogy melyik a bevett kiejtési mód, méghozzá a projekt egyik szervezőjétől, Somogyi Zsófiától, aki egy női halálmenettel kapcsolatos alkotásról fog beszélni. Köszönöm szépen a felkonferálást. Okay. Rá is megyek szerintem a kezdőképre. Ez a weboldalnak is a kezdőképe, ami a kifejezetten erre a projektre készült a művész által, hogy ejtik a nevét. Én Szilásnak szoktam mondani, de valószínűleg mindenki ejtésmód rendben van, tehát Susan Silasról lesz szó ma, illetve egy konkrét művéről, ennek a címe ez a bizonyos Helmbrecht's Walk. Röviden a műről, ez egy 22 napos gyaloglás történetét dokumentáló fotósorozat, illetve videóval is kiegészül, és a weboldal maga egy nagyon komplett dokumentáció, háttéranyag, gondolkodásoknak a lenyomata, interjúknak a gyűjteménye. De maga, ami mondjuk kiállításra került már több alkalommal, ez a fotósorozat, mutatok belőle, mindjárt visszatérünk erre. Körülbelül így kell elképzelni, fotópárokról van szó, amelyeket szövegek kísérnek, naplóbejegyzések, ahogy az előző előadásban is elhangzott, hogy a kutatás és a menésnek van egy személyes lenyomata. Itt a másik szövegrész, illetve a másik szövegrész az egy hír, ami aznap, amikor a gyaloglás éppen zajlott, jelent meg a New York Times-ban. Vissza fogok még térni ezekre a szövegekre. 22 napos gyaloglás, április 13-án kezdte a művész 1993-ban ezt a gyaloglást, ugyanazon a napon, amikor 53 évvel ezelőtt, azelőtt, akkor viszont 98-ban volt, bocsánat, 53 évvel azelőtt elindítottak ebből a bizonyos Helmbrecht-ből 580 zsidó és 590 nem zsidó nőt. Ez a Helmbrecht, ez egy Flossenbürg nevű koncentrációs tábornak volt a női szatellit egysége, tehát egy női táborról van szó. Innen indították el őket, ahogy a halálmeneteket a háború végén elindították az összes többi, vagy nagyon sok táborból is, hogy meneküljenek a szövetségesek elől. A hatodik napon leválasztották a nem zsidó nőket erről a menetről, úgyhogy végül már csak a zsidó nőket hajtották végig. Volnári tulajdonképpen a végállomás a 22. napon, ahol a 95 útközben, illetve a végén elhunyt nőt eltemetik, erről is beszélek még, ezt az utat járja végig a művész. Két mondatban akkor annyit arról, hogy még arról, hogy ő kicsoda valójában. Susan Silas egy magyar származású amerikai fotós művészről van szó, fotoművészről, aki videóval is dolgozik, nagyon sokszor a szöveg elengedhetetlen része az alkotásának, a műveinek. Elég sok más munkát is készít, természetesen nem csak holokauszt témájú alkotásai vannak, de a kiemelkedőek azok a holokauszttal foglalkozó munkái, bár minden művére jellemző az, hogy a halál, az elmúlás, a szétmállás valahogy lényeges elem bármihez is nyúljon. A holokausztos munkáiból munkáira általában jellemző, hogy a hiány, illetve a jelenlétnek a dimenziójából bontja ki valamilyen szempontból ezeket az alkotásokat, és én is valami ilyesmi mentén, azt hiszem a hiány vonalán fogom megpróbálni elemezni egy kicsit ezt a művet, amik nagyon inspirálták őt arra, hogy elkészítse ezt az alkotást, ezek bizonyos térképek voltak, főleg ez a térkép, amit most mutatok, Daniel Goldhagen nevű szerzőnek a kötetében találta, amelyben a szerző Hitler és az egyszerű németeknek a viszonyát, illetve ennek a bizonyos egyszerű németnek nevezett embereknek a részvételét elemzi a II. Világháborúban. Ott találja ezt a térképet a művész, amely azt az útvonalat mutatja be viszonylag már részletesebben, ahol ezeket a bizonyos nőket végig erőltették.
ő maga írja le valamelyik szövegében, hogy egészen pontosan nem tudja megmondani, hogy miért akarta végigjárni ezt az utat, vagy miért ezt a formát választotta, de azért vannak természetesen gondolatai ezzel kapcsolatban. Az egyik fontos dolog az ő származása, és ezt ő nagyon explicité teszi, hogy ez nagyon erős része a döntésének, és aztán amikor ő ott van abban a tájban, amiben ezek a nők is jelen voltak, ez az ő saját zsidó származása. Az édesapja a Donkanyarban volt, kényszermunkás, és lényegében a vállán hozta haza őt az egyik társa, így éli túl a háborút. Az édesanyja pedig a budapesti gettóban él túl. Ők aztán emigrálnak Amerikába, ahol a gyermeküket megpróbálják megvédeni, ugye, ahogy ez elég jellemző volt, és egyáltalán nem nevelik zsidónak, sőt, mindenfajta beszélgetéstől őt megpróbálják megóvni. Ő persze gyermekként hallgatózik. Egy helyen azt írja, hogy ő úgy gondolja, hogy a nem zsidó gyerekeknél van, tehát olvasott erről, hogy van egy ilyen pont, amikor egyszer csak rádöbbennek a gyerekek a halandóságra, és hogy ez a zsidó gyerekeknél szerinte nem szükséges, vagy egyszer nem történik meg, olyan mélyen belé van ivódva a halandóságnak az eszenciája az ő létezésükben, hogy neki ez a pont egyszer nem következett el. Tehát a zsidóságának ő mindvégig tudatában van, de ezzel együtt, és illetve pontosabban ezt tartja az egyik indoknak, amikor ő azt mondja, hogy a mű tulajdonképpen az, ahogy az ő teste oda bekerül ebbe a térbe, és minden ebbe az erdei térbe, ahol ezeket a nőket végig erőltették, és valójában a mű maga az, ahogy ő ott volt, az ő fizikai jelenléte ebben a térben. Ahogy az előttem szólónak is a munkáját nagyon sokszor kell, hogy valamilyen kutatás kísérje, még ha nem is egy nagyon tudatos tervezés van, Susannál muszáj volt, hogy tervezés történjen, hogy tényleg azt az utat járhassa végig, amit ezekkel a nőkkel végigjárattak. Ezért aztán többféle segítséget is igénybe kell, hogy vegyen. Ez egy olyan térkép, amit most mutatok, amire nagyon-nagyon sokszor visszatér. A piros vonal jelzi az utat magát, és a fekete pontok, amik hát nem annyira jól láthatóak sajnos ebben a nagyításban, különböző állomásokon pici fekete pöttyök jelennek meg a városnevek mellett, mindig annyi számú pont, ahányan meghaltak a menetből abban a fázisában az útnak. Erre nagyon sokszor visszatér, valószínűleg ez az ilyen absztrahálás, hogy egyszerűen pontokká válnak azok a halottak, akik hát egyáltalán nem ilyenként kellene, hogy megjelenjenek, illetve hogy ez a piros-fekete ellentét, ez nagyon-nagyon inspirálta őt. Úgyhogy a zsidó származása is, és a különböző kutatásai is nagyon erősen vitték a felé, hogy ezt az utat végig kell járnia. Az egyik nagyon fontos forrás, és ez a térkép is ebből az anyagból való, egy Alois Dörr nevű német kapitánynak, a katonának a tárgyalásának az anyaga, amelyben egészen nagyon részletesen le van írva ez a halálmenet, ez az ember vezette ezt a halálmenetet, és innen tud nagyon sok olyan részletet, aminek köszönhetően tényleg már-már azt mondhatjuk, hogy lépésről lépésre tudta követni ennek a halálmenetnek az útját. Vissza fogok térni a képpárokra, ami már ebből az első napot mutató képpárból is nyilvánvaló, az az, hogy a művész nem jelenik meg, vagy talán nem nyilvánvaló, de mondom, minden kép pár tájképekből áll össze, soha nem látjuk a művész magát, úgyhogy az ő hiányának a kérdéskörére is ki fogok térni. Az egyik, illetve mégis ezzel kezdem inkább, tehát hogy az ő hiánya nagyon-nagyon jelentős, és azért is nagyon fontos, mert van egy korábbi műve, amelyben megjelenik méghozzá nem is akárhogyan. Ez a Még nem vagyunk innen az erdőből címet viselő alkotása 1990-ből a művésznek, amelyet látjuk, hogy tulajdonképpen két talált fotóból rak össze. Azon az oldalon Anselm Kiefernek egy 1969-ben létrehozott sorozatából egy munkát von be a magáéba Szilás. Ez a sorozat a Kiefernek az Elfoglalások címet viseli, amely
olyan helyeken, illetve egészen pontosan Megszállások címet is, amely olyan helyeken jött létre, amelyeket a németek Olaszországban vagy Franciaországban megszálltak. Ő 69-ben járunk, egy első generációs művész, aki valahogy reflektálni próbál arra a traumára, ami az elkövetői oldalnak a leszármazottait is érte természetesen, és az elkövetői oldalt is érte, amikor aztán a háborúnak véget ért. És kénytelenek voltak egy idő után szembesülni mindazzal, ami történt. Ő náci egyenruhában a Heil-Hitler kartartást mutatja be ezeken a bizonyos helyeken, mint egyfajta önreflexiót. A mű elég itatott, nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy hogyan ellenpontozza Szilas a saját fotójával, amit ő készít, de mondom, ez is egy talált fotón alapul a másik oldal. Az előbbiekben láttunk pont videórészleteket Buchenwald felszabadításakor, amik készültek. Margaret Burke-White fotós volt az, aki ott jelen volt, és rendkívül elhíresült, nagyon-nagyon fontos fotókat készített, amelyek a Life magazinban jelentek meg a táborról, illetve a túlélőkről. Az egyik ilyen képet használja Szilás, de nem Photoshop vagy bármilyen kollás technika az, amit el kell gondolnunk, hanem ő felnagyította ezt a fotót, kivágta az egyik túlélő arcát belőle, és a sajátját tette oda, mármint hogy konkrétan felállított az erdőben ezt a fotót, odament és beletette a saját arcát, ennek a túlélőnek az arcának a helyébe. Az erdő már itt is, mint egy nagyon-nagyon szimbolikus tér jelenik meg. Nyilván ez a nem vagyunk én az erdőből, ez a feldolgozatlanság, a feldolgozhatatlanságról is szól, illetve az erdő, mint bizonyos értelemben egy ilyen kicsit időtlen vagy teretlen helyszín, ami innentől lehet akár bárhol bizonyos értelemben, és az, hogy ő behelyezi magát innentől kvázi ebbe a lyukba, bármelyikünk behelyezhetné az arcát, ez egy kicsit azt úgy tágítja valahogy a fotót, hogy ez a bármelyikünkkel megtörténhetett volna. Nyilván ezek nagyon erős állítások, és nagyon, nagyon penge élen táncol, azt hiszem mindenfajta ilyen belehelyezkedés a holokauszt traumájába, abból a szempontból, hogy hát hogy hogyan is gondolhatnánk, hogy bármilyen szempontból is átélhetnénk egy kicsit ezt az egészet, ami történt. Ezt nem tudjuk, viszont azt az érzést fel kell tenni, hogy akár mi lenne, hogyha a saját fotónkat látnánk egy ilyen túlélőket látó, mutató fotón, ez mindenképpen egy nagyon-nagyon erős, nagyon provokatív gesztus a művész részéről. Egy valós kézzelfogható tárgy van itt a képpáron, ami szerepel, ez a szöges drót, ami elválaszt, tehát elválasztotta a szabadságtól a rabokat, és elválaszt bizonyos értelemben minket tőlük más szempontból, tehát kívülről nézve, hogy bármennyire is akár közel juthatunk ennek az egész dolognak a lényegéhez. A hiány, amiről beszéltem ebben a műben a művész részéről, nagyon-nagyon fontos. A másik hiány, ami nyilvánvaló és bizonyos értelemben teljesen evidens, az a nőknek a hiánya, akiket itt végighajtottak. Ők természetesen nem lehetnek itt, hiszen vagy már nem élnek, vagy egyszerűen csak nem voltak ott, amikor a fotózás történt, de ami sokkal lényegesebb, hogy ez az az út, ami nőket az életből a halálba, tehát a láthatóságból a láthatatlanság felé küldték, kényszerítették, tehát evidens módon ők nem láthatóak ezeken a képeken. Ami egy nagyon fontos gesztus a művész részéről, az az, hogy a zsidó női testet visszahelyezi ezekbe a tájakba. És bizonyos értelemben ő ott áll, ahol ezek a nők álltak, és azt nézi, amit ezek a nők néztek. Tehát amit végül jelenvalóvá tesz mégis a művész, az a pillantás, az a nem tudom, kivetülés vagy energia, nem tudom, sugár, ami elvileg megtörtént az ott végig küldött nők és a táj között. Tehát ezt ő mindenképpen rekonstruálja valamilyen szempontból a számunkra. Korábban írtam erről az alkotásról, és akkor azt írtam, hogy azt nézi, amit a nők néztek a menetben. Most ezt annyival finomítanám, hogy ugyanazt nézi, de biztos, hogy nem ugyanazt látja. Visszatérve a nők hiányára, ő mutathatná ő a túlélőket. Ugyanis Volariban, az utolsó állomáson egy nagyon-nagyon pici emlékmúzeumot létrehoztak ennek a menetnek a számára, ahol szerepelnek fotók a túlélőkről. Egyesével a kórházi ágyukon láthatunk néhányat közülük, és azt hiszem, azt írja a művész, hogy mindegyik pár napon belül meghalt már, mert az éhezéstől és a kegyetlen bánásmódtól egyszerűen a szervezetük már annyira felmondta a szolgálatot, hogy nem tudtak mit kezdeni azzal, amikor már normális bánásmódban vagy élelemben részesültek. Ismerjük sajnos ezeket a történeteket. De van egy csoportkép, ami szerepel ebben a múzeumban.
és azok a túlélők, akiknek később megmutatták ezt a csoportképet, nem tudták beazonosítani, hogy ez hol készülhetett, a menet melyik helyszínén, illetve hogy mikor. Tehát ezért kell revidálni azt a nézetet, vagy revidálnom azt a nézetemet, hogy ugyanazt mutatja, vagy ugyanazt láthatja, nyilván az azóta eltelt idő változásait természetesen figyelembe véve, de hogy ugyanazt a tájat nézheti, mint azok a nők, mert ezek a nők nem voltak abban az állapotban, hogy láttak volna, vagy láthatták volna maguk körül ezt a tájat. Mondom, felismerhetetlen számukra a közeg, kicsit ilyen térből, időből kiveszi őket ez az egész, ahogy bizonyos értelemben az egész tragédiának van egy ilyen, hogy mondjam, transzcendens vagy szakrális dimenziója. A szövegekről nagyon fontosak ezek a szövegek. A felső szöveg, amit most itt látunk, az minden alkalommal a művésznek a személyes, aznapi élményeit, a történéseket foglalja össze röviden, egy-két gondolattal, idézettel, Primo Levitől, Joseph Beuys-tól, tehát egy olyan sűrítményt kapunk, ami az ő élményei, személyessége vagy tudása a történtekről, tehát ezekben ez jön le. Alul, az alsó részen, amit látunk, feliratokat, ott pedig mindig ezeket a bizonyos aznapi híreket olvashatjuk a New York Times-ból. Természetesen nem akármilyen hírekről van itt szó. Itt az első napnak a szövegét gondoltam, hogy egy kicsit részletezem, vagy valamennyire felolvasom, hogyha megtalálom. Így van. Hétfő, április 13 és 98, ahogy azt másodszor már jól mondtam. Helmbrechtsből indultam gyalog reggel 10:30-kor, este 7-kor érkeztem meg Schwarzwaldenbadba. Az egyik városhoz közel, a nap korábbi részében megfenyegetett és üldözni kezdett egy nagyon ideges, fiatal farmer, aki akarta tudni, hogy miért vagyok ott és miért csinálok fotókat. Visszaküldte a kisfiát a házba, és aztán egész végig üvöltözött velem. Én igazán nagyon megijedtem és szaladni kezdtem, és azt láttam, hogy ő autóval követ engem, és ő is aztán kiszáll az autóból és fut utánam. Szerencsére egy időben azt láttam, hogy visszafordul, és békén hagy engem. És az ehhez a naphoz kapcsolódó New York Times hír az arról szól, hogy úgy néz ki, hogy megerősítésre vár még a hír, de valószínű, hogy igaz, hogy Pol Pot meghalt. És ez a történés ez azon a héten történik, amikor 21 éves évfordulója van annak, hogy a Vörös Khmer elkezdte azt a forradalmát, amiben aztán több millió kambodzsai meghal. Ezekkel a szövegekkel több dolgot beránt ebbe az egész történetbe, ami ugye bizonyos értelemben láthatatlan, hogyha nem tudjuk, hogy mit nézünk. Berántja az ő személyes szféráját, berántja a jelent, berántja a saját jelenünket és a saját személyes szféránkat ezekkel a teljesen keresetlen, szubjektív szövegekkel. A hírekkel pedig berántja a párhuzamos valóságokat, amelyek azt jelzik, hogy bizonyos dolgok, amik miatt emberek áldozatul esnek más embereknek, legyen ez családon belüli erőszak, vagy akár tömeggyilkosságoknak a története, hogy ezek ugyanúgy zajlanak, ugyanúgy nincs vége ezeknek a történeteknek. Tehát úgy tematizálja a holokauszt egyik történetét, néhány nőnek a történetét, hogy közben nem ránt el minket a saját jelenünktől, vagy a saját szubjektivitásunktól, hanem egészen másik dimenzióban, egy ilyen nem tudom, sokkal szélesebb spektrumú dimenzióba helyezi ezt az egészet. Visszatérve még egy mondattal a nőknek a megjelenítésére. Ahogy említettem, van ez a bizonyos múzeum, ő innen nem fotóz képeket, tehát nem mutatja be közvetve sem a nőket, mint hogy például az előbb mutatott filmrészlet, bemutat egy filmrészletet, ami valódi dokumentum, ő ezzel nem él. Itt kifejezetten nagyon erősen törekszik rá, hogy semmiképpen nem mutasson ezekből a nőkből semmit, ami kézzelfoghatóvá tenni őket, hanem pontosan a láthatatlanságot, a szellemi, mi volt
hangulatukat próbálja, vagy hangsúlyozza ezáltal. És egyébként ő végigfotózza Volariban, a temetőben az összes sírkövet, amit ezeknek a nőknek emeltek a sírjaira, és ezeket sem mutatja be soha a fotókon, tehát még a nevekkel sem szembesülünk, amikor csak a projektet mondjuk egy kiállított térben megtekintenénk. Nagyon érdekes egyébként ez a temető Volariban, ugyanis egy fasorra le van választva a falunak a temetőjétől ez a bizonyos rész, amit a női menet áldozatainak kellett emelnie a falunak, az amerikaiaknak az erőltetése volt, hogy igenis tiszteljék meg őket ezzel. És hogyha végignézzük, akkor nagyon sok magyar nevet is találunk, persze ez nem meglepő, de sok módon el tud lépni a konkrétumok felé, és néhány túlélőnek a történetét is konkrétan leírja a weboldalon, de mondom, a fotósorozatban megőrzi az ő láthatatlanságukat, mint hogy erről szólt bizonyos értelemben ez a menet. Önmaga nem látszik ezeken a fotókon, egyetlen egy képen, a záróképen látunk belőle ennyit, amennyit most így lehet látni, és látni a tükörben, a sárga esőkabátban. Őt is eltakarja saját maga a ruhája, nyilván a kamera miatt kvázi felismerhetetlen, és a tükörnek a torzításában szinte felismerhetetlen az ő alakja. Az én olvasatomban ez egy hihetetlen alázat vagy megtiszteltetés ezeknek a nőknek a számára, hogy ő, aki végig megy ezen az úton, és végig tulajdonképpen rájuk gondol, róluk meditál, illetve arról, hogy a táj hogyan változik, sőt, ha megfordítjuk azt, akkor, hogy a táj, mint szemtanú, hogyan tud közreműködni abban, hogy bármit esetleg visszaadjon ezekből a történetekből, hogy ő maga nem teszi soha-soha explicité saját magát. Illetve ez a torztükör, ebben az is benne van, hogy hogyan törik meg mondjuk a történelem, vagy az értelmezés prizmáján egy csomó látvány vagy történet, ami régen valahogyan, valamilyen módon történt, és mi ma ezeket hogyan tudjuk értelmezni, vagy egy művész hogyan tud hozzányúlni ehhez a témához egyáltalán. És hogyha a Time mint szemtanú került elő, illetve ezek a bizonyos New York Times hírek minden esetben ráznak egyet rajtunk, vagy visszarántanak valahogy a jelenünkbe, akkor ez a szemtanú kérdés az egyik kulcs az egész műben. Van egy ilyen mottója is, hogy mi mind szemtanúk vagyunk. Miután az egyik tanulság talán, amire a mű ki tud futni, az az, hogy nem csak mondjuk ezeknek a kisebb falvaknak a lakói voltak szemtanúi ezeknek a meneteknek, és mondjuk rájuk azt, hogy és nem tettek semmit, vagy ha tettek valamit, nyilván az is ki van emelve, de hogy nem tettek semmit, de hogy vajon akkor mi ma ebben a világfaluban, amikor tudunk ezekről az eseményekről, és szemtanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, hogy vajon mi mit teszünk. Ez az egyik nagyon fontos üzenete, és én ezért tartom nagyon fontosnak ezt a munkát, hogy úgy tud beszélni nagyon konkrétan a holokausztról, hogy közben nagyon konkrétan elkezd más dolgokról is beszélni, és ezeket párhuzamosan futtatja, mint ahogy párhuzamosan is léteznek ma a mi valóságunkban ezek a történések és tapasztalatok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Zsófinak az előadást!